17. alkalommal várták a német gasztronómia iránt érdeklődőket Gerezslakra. A hagyományos gőzgombóc fesztiválon ebben az évben is színes műsor szórakoztatta a vendégeket, miközben készültek a különböző gombócok. A gasztronómia fontos szerepet játszik az identitás kialakulásában és megőrzésében, ezért az ilyen fesztiválok kulcsfontosságúak egy olyan nemzetiségileg sokszínű régióban, mint a Dél-Dunántúl. Baranyaiként azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt élünk egy nagy közösségben, büszkék lehetünk arra, hogy ez egy sokszínű, gazdag kultúrájú vidék, ahol évszázadok óta békében egymással együttműködve élnek együtt magyarok, svábok, székelyek, horvátok, és még folytathatnánk a sort. És én hiszek abban, hogy ez a közösség akkor lehet erős, hogyha erősek azok a kis közösségek, amelyből a nagy közösség felépül. Az ország különböző pontjaira érkeztek csapatok, akik saját vagy más hagyományos receptek alapján készítettek gőzgombócot. A versenyzők már szombat délelőtt elkezdték a munkát, az asztalokra kóstolót is tettek. Helyiek vagyunk, mi hatan vagyunk egy csapatban, három család, és a kezdetektől fogva főzünk minden alkalommal babgulyás, babfőzeléket és a hagyományos hírdöknél. Nagyon szeretünk, mi minden alkalommal itt vagyunk, a díszítéstől kezdve részt veszünk a falunak az életébe. Szeretettel várjuk a vendégeket, és tényleg nagyon jó kis fesztivál. Az idei gerezslaki gőzgombóc fesztivál is jó hangulatban telt, az esős idő ellenére. A rendezvényt este egy unterrock bállal zárták.